Sziasztok! Ismét itt van egy akciós újság nézegető videó. Nézzétek meg, hogy én miket vennék, illetve nem vennék a különböző helyeken. Most ugye az Aldit és a Lidlt fogom szemügyre venni. Ezekben járok a legtöbbet, illetve a Spárba, csak hogy tudjátok, a Spár akciós újság az nem érkezik meg csak akkor, amikor már elindul az akció, nem tudom, hogy miért, mindig csak azon a napon lehet elérni már ezt az újságot, tehát csütörtökön indulnak ugye ez az akció, tehát csütörtöktől lehet, illetve az Osamos se láttam hamarabb, mint amikor már ugye tart az akció, de azok az újságok ugye ráérnek később is, hisz ott nincs ilyen felbontás, hogy csütörtöktől szombatig, és vasárnaptól szerdáig, hanem ugye az egész héten van, tehát az végül is mindegy, hogy mikor készítem el. Nézzétek meg akkor ezt a videót. No, kezdjük akkor a Lidl katalógussal. Nekem is újdonság, én sem néztem még meg, hogy miket lehet kapni. Ma már elkezdődött az akció, úgyhogy holnap fog ez a videó megjelenni. De nem tudok elmenni most vásárolni, mert Kira sajnos lázas, úgyhogy itthon kell vele most lennem. Úgyhogy holnap megyek valószínűleg én is valamikor majd bevásárolni. Nézzük, az áfonya a Lidl-ben 3992, hát most nem mondom, hogy ez egy olyan hű de jó ár, de ugye az áfonya tele van vitaminnal, úgyhogy lehet azért érdemes abból vásárolni. Amit nagyon szeretünk ebből a szalámiból, az a csemege szalámi. A paprikás nekem túl zsíros, úgyhogy mi azt egyszer vettük, úgyhogy soha többet. Aztán a mozzarella 219 forintért jó áron van. Ez a körte ital is jó áron van. Kókuszreszelék, az most nekem van itthon, ugye akkor biztos, hogy nem fogok most vásárolni, és akkor nézzük itt a piros alma, ami ugye 249 is volt, 69 is volt, most 89, úgy látszik az akciósár. A sárga burgonya mindig drágább, mint a piros, úgyhogy ez egyébként nagyjából ilyen áron is szokott lenni, mármint a 299-en. Úgyhogy ez a 239-20% kedvezmény, ha szükségetek van rá, akkor vesztek. Én a pirosat szoktam egyébként vásárolni. Mandarinból a 369, ha nem magos, akkor jó, de az ugye nincs ideírva. Jégsaláta, az nagyjából mindig ugyanide van leakciózva. A paprikát 699-ért is lehet kapni, a Spárban múltkor annyi volt. Aztán a Kalifornia paprikát 1000 forintért, 999 forintra szokták leakciózni. Igaz a pirosat, a sárgát azt nem tudom, hogy... De szerintem egyébként az összeset annyira szokták általában, de ugye most minden drágult, biztos ti is látjátok, rettenetesen magas árak lettek. Itt van például a lilahagyma, az most 270 forint a Spárban kilója. Tehát az előző heti akció az annyi volt, úgyhogy ez mindenképpen drágább. A piros hegyes paprika az 1200 szokott lenni, a 1700 kilója, úgyhogy igen, annak a 1200 a rendes ára annyi volt ennek a piros hegyes paprikának. Az avokádó 350 forint volt a múlt héten darabja az Aldiban, kettes csomagolásban, úgyhogy ez semmiképpen az 500 forint egyébként is annyi szokott lenni, úgyhogy most itt nem igazán értem, hogy ez miért. Gondolom, ezek nagyobb avokádók, de ez se igaz, mert akkora óriás avokádó már nincsen, tehát ami most volt az Aldiban, azok is nagyok voltak. Akkor itt van ez 199, ugye a piros burgonyának a kilója, az jó áron van. És itt van megint a piros alma 3,99, ami egyáltalán nem számít jó akciónak. Nézzük tovább, a rák 4000 forintért a friss fehér garnéla kilója, az szerintem nagyon jó. A metróban szoktam 6000-ért látni kilóját, aztán sertés karaj 1698. Hát, azt most sajnos nem emlékszem, hogy az mennyi volt annak kilója, úgyhogy ezt most nem tudom megmondani, de nagyon karajt én nem szoktam, csak nagyon ritkán vásárolok. És akkor itt van a Rákóczi szalámi, nagyon drága kilója, mert most fotózta le pont az öcsém, 3000 valamennyi volt kilója
a Tesco-ban a múlt héten, és hát ugye az ezen a héten ugye szerdáig. Úgyhogy ez semmiképpen nem tartom olyan fú, de nagyon-nagyon jó akciónak, pedig 25%-ot ír, akkor se tartom jó akciónak. Ez a felvágott vegyes tál, hát nagyon-nagyon ritkán szoktam belőle venni, úgyhogy nagyjából annyi, mint a párizsi kilója. És akkor itt van, ugye, hogy 2990, én akkor inkább már ezt választanám a PIK-től, hogyha ebből választani kellene. Nagyon finom a megyes mákos rétes, ezt imádjuk. 149-ért jó áron van, de ennek is nagyon felvitték az árát. A virslis párna szintén nagyon finom, 99 forintért jó áron van, de ez már ugye 44%-os akció, tehát elég húzós lett ennek is az ára. Aztán mi van még itt? Ezeket így nem nagyon vásárolom. A sajt 2285 kilója, átlagos ár, tehát szuper ár, igen, az nem is kedvezményes. Valóban 812 a tejfölnek kilója, az megint jó, mert 1000 alatt van, az már jónak számít. Ez a kakaós italt szoktam venni, 159 biztos most is fogok venni belőle. Itt nincsen semmi különös akció, ezekben se a Giotto egyébként a 4 darabos szintén 1200-ért jó áron van, tehát hogy az tényleg szuper árnak számít. Ezeket nem ismerem, még egyiket sem vettem. Erre van még a kártra egy ilyen kedvezmény, szerintem ez is normál. Ezeket meg tudjátok, mindig mondom, hogy én az Ázsia Centerbe szoktam megvásárolni, bár mondjuk most nagyon sok még hoztak Németországból. Úgyhogy most abból nem fogok venni. 2,49-ért a tészták nagyon jó áron vannak. Azt is érdemes esetleg. És akkor 1899 a tonhal filé konzerv. Ezt a filét ezt nem ismerem. Nem tudom, ti ismeritek-e. Ez 4 dobozzal van benne. Hát, annyira én nem tartom ezt jó árnak. Tehát hiába van oda, hogy szuper ár. Jó, a Rio Mare-hez képest teljesen jó áron van. Az biztos, mert abból egy dobozzal vagy 1200 forint. Körülbelül ezeket most nem fogom vásárolni. Macska, kutya, kaját nem. Azt megnéztem egyébként, ezeket sajnos tele vannak adalékkal, úgyhogy biztos nem fogok belőle venni. Eper palánta, ez nem tudom, hogy ez a fajta, ez a folyton termő-e, mert hogyha igen, akkor ebből lehet, hogy vásárolni fogok. Ezek a növényeket nem. Alkoholokat nem vásárolok. De azt is, az alkoholokat is meg szoktam nézeleteni, illetve az Ázsia Centerben is nagyon jó áron szoktak lenni, hogyha valami ilyesmit szeretnék vásárolni. Itt nincsen akció, darált háztartási keksz az egyetlen akciós. Én most kókuszgolyót nem szeretnék készíteni, hogy ezt nem veszek. Aztán itt van a kókuszolaj, 1478-ért nagyon drága, tehát az Ázsiához képest, mert ott ugye a 2,5 literes kerül 2200 vagy 2400-ba. És ugye itt meg 1 liter 1478, úgyhogy ez biztos, hogy nálam nem éri meg, azt csak az Ázsia Centerben veszem meg. A többi itt semmi sem akciós jelenleg. Ahogy ezek sem. Ez egyáltalán nem olyan jó. Megmutatom, mi a jó nektek, amit én nagyon szeretek. Múltkor ezt vásároltam a barátnőm tanácsára az Ázsia Centerben, 350 forint volt. Ebben ilyen szappan, vagy nem szappan, hanem ilyen surolószer van benne, és mindent leszed. Tehát szó szerint, ha nektek az edényeteknek az alja, az oldala rá van égve bármi, vagy a sütőbe, ez annyira szuper, hogy soha többet más ilyen jellegűt nem veszek, ezt fogom használni. Ezt nagyon tanácsolom, nem kell semmiféle ilyen sütőtisztító, meg edénytisztító, meg ilyenek. Ezt próbáljátok ki. Nem, tehát imádni fogjátok, annyira jól leviszi a nagyon régi koszokat is. Ruhákat azt nem nagyon szoktam vásárolni, bár ezek a nadrágoknak nagyon jó fazonjuk van.
Én tényleg felveszitek, és minden ott van, ahol lennie kell, tehát hogy tényleg ilyen nem az van, hogy lenyomja a feneketeket, stb. Szeretem a Lidl-nek az anadrágjait, úgyhogy ha ilyet szeretnétek, akkor ezt tényleg tanácsolom. És ezek a leggingsekkel, meg nekem az a bajom, hogy akármelyiket, mindegyik eddig átlátszó volt, úgyhogy ezért nem vásárolok ilyen leggingset, tehát ez nekem nem jöttek be. A férfi alsó neműkkel az a problémám, hogy nálunk ez nagyon gyorsan megeszi a szárítógép, nem tudom, ti hogy vagytok vele, tehát a zoknikat is, és a nadrágokat is, hogy ezeket folyamatosan vásárolni kell, de szoktam itt venni ezekből is. Ezek most minket már nem érintenek. Ezeket sem. A retek 199-ért jó áron van, az új hagyma 199-ért jó áron van, ez a hétvégi akció lesz, ami szombattól vasárnapig. 199-ért a karalábé szintén jó áron van, csirkeszárny kilója 5,99, ez igen, ez normál ár, úgyhogy ez a hétvégéből ennyi, tehát a zöldségek jó áron vannak hétvégén, érdemes azokat megvásárolni, hogyha mentek Lidl-be. Ezekből semmit, az biztos. Én vettem ilyeneket most az Aldiban. Hát, nem ennyi, szerintem 1200 volt, de valahogy így volt annak is az ára. Én nagyon jó pofának tartom, én bele fogok ültetni növényeket, pedig ez ugye nem arra van, mert igazán én cipelni kell benne a cuccokat, vagy belepakolni, de én biztos, hogy növényt fogok beleültetni, ezek elég nagyok. Meg a söprüket, meg az ilyen virágápoló, ilyen sztereket, meg virágföldet majd ebbe fogom beletenni, hogy ne oda ki legyen dobálva, csak a teraszra. Úgyhogy a söprüt majd beleállítom, mert akkor mégis így esztétikusabban néz ki a teraszon. Aztán ezek szerintem nagyon jó pofa dolgok, de én most ilyet nem fogok vásárolni. Majd gyökérkefét akarok venni, mert a teraszt azzal a legkönnyebb letakarítani. Ez is jó, az a gyomláló kefe, tehát most 2600 forintért szerintem nincs osszáron. Aztán ezeket mondtam, hogy Robi szokta megnézni, én nem nagyon szoktam ezekből vásárolni. Ezeket a játékokat egyébként jó áron szoktak lenni a játékok, azokat, hogyha valami megtetszik, akkor érdemes belőle venni. Jégcsapretek 2,89 jó áron van, brokkoli 3,99, 3,50 szokott lenni, tehát 3,49 konkrétan, tehát de jobb, mint az 500 forint. 2,89 szintén az alma, ez volt ez az alma, ami az Aldiban volt, 2,49 a zöld alma, két héttel ezelőtt én akkor vettem egy csomót, és betettem a hidegre a garázsba, és azóta is nagyon szép, mindjárt megmutatom meg, de nem is ezt a fajtát vettem, hanem ezt, ez a sokkal finomabb, és ropogósabb, és szebb is, és nézzétek meg, még gyönyörű, pedig két hete vettem, ahogy a piros almát is, és akkor mondom, ilyen 2,49 volt azt hiszem kilója az almának, úgyhogy ettől a 2,89 ez nem olyan jó ár. Mákos gubát még nem próbáltam ki, se a giroszpárnát, zellerszárat annyira nem szerettem, pedig már próbáltam, meg tudom, hogy egészséges, de nem igazán. Aztán 3,89 a parenyica, szintén jó áron van, ez nagyon finom, hú, ez nagyon-nagyon finom, 319, az most az a 20%, nem tudom, hogy mennyire jó, 3,190 kilója, tehát ahhoz képest, hogy szalámik mennyibe kerülnek, jó áron van, de nagyon finom, imádom, magában is. És akkor itt van ez a görög hét lesz ezek szerint, ezekből semmit nem fogok megvenni, megmondom őszintén, nem igazán, ezeket a termékeket így nem igazán szerettem, amik itt fel vannak sorakozva, megnézem, hogy mi van még, hogy van-e olyan, amiből vettem már. Nem ízlik a tzatziki, ez nagyon finom. Csak ez egyre drágább, ez 6,99 volt még nemrég, egyre drágább ez a halómi,
de nagyon finom. Tehát az tényleg grillezve egyik legjobb sajt szerintem. Aztán ezeket sem vettem. Egyiket sem, és nem is fogok venni. Nem jó a baklava, műíze van, nem szeretem. Ezeket viszont Robi szereti. Szoktam is neki venni mind a kettőt. Ezt én is szeretem, ezt nem szeretem, szalugátot. A pitát inkább megsütöm. És akkor ezek a görög italok nem, és ezek sem. De ezt, a feta sajtot, azt szoktam venni. Most az, hogy jó áron van, vagy nem, azt most így meg nem mondom, mert nagyon ritkán veszek, és akkor inkább egyszerre veszek 2-3 dobozot, és nekünk elég sokáig ezek el is állnak, úgyhogy így ennek az árára nem emlékszem, de nem hiszem, hogy annyira szuper ár, nem is akciós, tehát szuper árnak hívja. Az olíva olaj sem olyan fű, de olcsó, de ugye itt vannak minőségbeli különbségek, ezt a fajtát nem ismerem, úgyhogy nem tudok róla véleményt mondani. Ennyi lett volna a Lidl magazin. Itt van az Aldi újság. Ezt már mutattam nektek más videóban is, hogy nagyon szeretjük, főleg a szilvásat és a meggyeset ebből a marcipán tallérból. Nagyon hasonlít a Anthony Bergs társára, bár az sokkal lágyabb, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan, de jóval olcsóbb nyilván, mint ez a ismertebb márka. Aztán ezekben a joghurtokban is szoktam venni pont ezt a kettőt, a meggyeset és az epreset, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Hát 16%, tehát amit mondtam, olyan 25 fölött jó már egy akció szerintem. Aztán ebből is vettem már, finom, nem emlékszem, hogy régen mennyibe került, mert az utóbbi időben nem vásároltam ebből a termékből. Ezeket nem veszek. Aztán nagyon jó áron van a zöldhagyma, most pont a Lidlben is ennyibe kerül. Az alma is ennyi a Lidlben, csak ugye 289 helyett eddig 269-es, vagy 249-es akció volt, és nem az, hogy régen, hanem azt hiszem, talán 2 héttel ezelőtt, akkor én rengeteg almát vásároltam. Az Aldiban pont ott volt az olcsóbb, és nem is a Lidlben, és eltettem hidegre, aztán most ugyanolyan jól néz ki. A kiwi 699-ért ez jó áron van, mert egyébként 899, de amint látjuk, már 999-re van itt írva, pedig 899 szokott lenni egyébként. A padlizsán 699-ért, itt is valóban 899 szokott lenni, tehát ez is megéri. A rukkola nincs leértékelve, de mi nagyon szeretjük, és jó is ez a fajta rukkola, amit lehet kapni az Aldiban. A jégcsapredek 249, ha jól emlékszem, a Lidlben is ennyi most ezen a héten. Ezeket a véres vagy májas hurkát, ezeket nem szoktam vásárolni, arra nem tudok mit mondani. Ugyanezek a termékek vannak most jelenleg, vagy felvágottak vannak leértékelve a Lidlben is, a talán hasonló áron is. 2860 kilója, igen, úgy emlékszem, hogy ott is annyiba kerül. A tejföl 5,40 kilója, de ugye ez a 12%-os, nem pedig a 20%-os. Ez jó áron van nagyon, minden, ami 1000, de inkább 800 forint alatt van, az már jó árnak számít tejfölből. Ezt a szeletett sajtot is nagyon szeretjük, 1876 forint kilója úgy, hogy még össze is van szeletelve. Szerintem ez ténylegesen jó áron van. Aztán itt a csokoládék, ezekből nem vásárolok, ezt a füstrit, ezt nem is szeretem, és ebből sem vettem még. A lazacnak kilója 7196, szerintem az nagyon sok, 4, maximum 5000 szokott lenni. Aztán ez a brinza, ez nagyon finom, ilyet már vásároltam. Ez most nagyon nagy divat egyébként, hogy olajba tegyük el a különböző sajtokat, és látok, nagyon finom is, de én szerintem érdemes kipróbálni, úgyhogy ti csináljátok meg. A prosciutto kilója 4421, az szintén szerintem jó áron van. A teavaj 259, akkor az azt mondja, hogy 520,
az a 200 grammos. Hát ez ilyen határsúroló szerintem, mert a 250-es az jobban meg szokta érni, tehát azt hiszem, hogy az szokott 5,99 lenni. És ugye ez még csak 200, hogyha megszorozzuk kettővel. Nesquiket nem szoktam vásárolni, de ezt mondtam, a tejszelet 99-ért az jó áron van, az Actimel jelenleg a Spárban ott 4,99 volt, a múlt, tehát hogy az előző akciónál, és a Lidl-ben volt 4,49, azt hiszem, de lehet, hogy az Aldi-ban is. De itt nem is írja, le van értékelve, igen, akkor ennek is ez az ára. Ezt a sajtrépes sodat még nem próbáltam, aztán a meggyes táskát sem, és ezt sem, tehát én semmit nem próbáltam még eddig, ezt pedig szeretjük, de ezt már szerintem mutattam nektek vásáros videóban, hogy ilyen meglevet szoktam időnként vásárolni. Ismételten vannak leértékelések az Aldi húsvéti dolgai között, ez ugyanilyen volt a múltkor is. Szerintem ez, ugye ez próbál a lintre hajazni, ez a nyuszi, ha látjátok így ezzel a kis fityegővel a nyakába, hogy ott kis csengő van a nyakába, és ugyanígy ül a nyuszi. Bocsánat, ez a zörgés itt alul, mindjárt megmutatom, micsoda. Pablóka. Pabló, mit csinálsz? Adtam neki egy kis krémtúrót, ez nagyon finom egyébként, a spáros, és ugye azt már kinyalta a doboz, de még mindig próbálja, ha nem tudom mit. Pabló, Pabló, mit csinálsz? Mit csinálsz, Pablóka? Mit csinál a Pabló? Már elfogyott az egész. Tehát visszatérve a nyuszihoz, ezek a csokik egyébként finomak, még lehet, hogy én is fogok belőle venni. Ezek a mini tojások is. Itt én szeretem egyébként az Aldinak ezeket a, mind a karácsonyi, mind a húsvéti termékeit. Ezt Robi nagyon szereti, ezt a jamaikai rumosat, de ez a múltkor valami akcióban volt. És akkor van most, marcipán nyuszik. Lübecki marcipánból. Ezt lehet, hogy kipróbálom majd, és veszek egy ilyet. És van húsvéti csokoládé nyalóka, ez is jó pofa. Egy kis színes, szerintem gyerekeknek így nagyon cuki. 2,99 a Milka, az Ázsia Centerbe 2,20, de most ez húsvéti, de egyébként az is kávé annyi lesz, hogyha valaki elmegy az Ázsia Centerbe. Ezeket a csokikat, ezt már vettem mindegyikből, egyik se ízlett senkinek, és ezek sem, úgyhogy nálunk a sima, hagyományos KitKat az, ami jó. Aztán a húsvéti gumicukor, azt nagyon szokta, az minden évben eddig kaptak a gyerekek, az nagyon fincsi. A Monarchnak is vettem már gumicukrát, de hát azért a Haribot azt nem tudja überelni egyik ilyen utánzat sem. És akkor most van egy ilyen virágos virágfajta gumicukor. Valószínűleg ez a virágos gumicukor, ez olyasmi lehet, mint ez. Én erre tippelek. Aztán mi van még itt? Ilyen pisztáciásat vettem karácsonykor, de még nem kóstoltuk meg. Viszont megkóstoltunk egy másik félét, mert mascarpone krém volt, és az is ilyen gurmi. Az volt vele a problémám, hogy alig volt benne krém. Tehát, hogy itt úgy tűnik, hogy ilyen sok van, de ezek ilyen kis pöttyök és ennyi. Úgyhogy ez kicsit becsaposnak tartom magát a dobozt, mert nem egészen ugyanaz van belül, mint amit kívül lehet látni. Nem rosszak ezek a kuglófok, de drágábbak ugye, mint a sima kuglóf, vagy ami van az Aldinak még egy ilyen gyümölcsös kuglófja is, vagy ilyen mazsolás, és komolyan az betegszik simán ezekkel a gurmékkal, de az csak 1600 forint szokott lenni, és nem pedig 2299, és ezek kisebbek is, mint azok a sima kuglófok, amik nem gurmék. Ezeket a tortákat még sosem próbáltam, úgyhogy ezekről nem tudok mit mondani. Ezt az egeret már igen, ezt nagyon még, mikor picik voltak a gyerekek, akkor szerették, de nem a karamellást, nem az epreset, hanem a simát, a sima teljes verzióját. Aztán, hát innen semmit így nem fogok szerintem megvenni.
Omnia 3500 kilója az Ázsiába, vagy inkább 3000, mint 3005. Úgyhogy azt megint csak ott tanácsolom, de nincs is rajta jelenleg akció. Gondolom a kávéfőző miatt tették ide. Aztán ezeket nem szerettem, az ilyen jellegű felmosókat. Úgyhogy már volt mindenféle, és egyik se igazán vált be. A szavópenész elleni szer az szerintem nagyon jó egyébként, elég erős, és jól le is viszi a penészt, hogyha valahol van. Nekem a fugákba szokott keletkezni, és akkor azt befújom, és nagyon szépen kitisztítja, és szerintem ez az egyik legjobb penészírtó szer. Aztán ez a robotporszívóból szerintem ennyi pénzért. Én nem hiszem, hogy ez olyan szuper lenne, mint a drágább verziók, úgyhogy ilyet biztos, hogy nem vásárolnék. Aztán ebből már vettem, ebből a szerítólabdából, hogy használt vagy nem, fogalmam sincs, nem tudom megmondani. Ezt a szőzgyűjtőt pedig nem ismerem. De hát igazán a szárítógép maga szőzgyűjtő, tehát azt írja, hogy ezt a mosógépbe teszi. Megakadályozza a filcesedést és csomósodást a mosógépben. Hát ezt kipróbálnám. Akkor lehet mégis, hogy ténylegesen ez így történik, csak aztán átteszem a szárítóba, és ott viszont majd ez megtörténik, ami a mosógépben nem történik meg. Ez még egy érdekes, ez a pórus tisztító készülék. Én még ilyet nem vásároltam soha. Nem tudom, hogyha valaki igen, akkor légy szírjátok oda, hogy milyen, vagy mit tapasztaltatok. Ezt néztem még. Ez a fürdőkádra, mert én is szeretek kádvízbe fürödni, Alexa és Kira is, és ez ilyen, hát ugye mindenféle, a poharadat, a mobilodat, a mindenfélét ide tudsz magadnak pakolni, úgyhogy aztán megnézem majd közelebbről is, és akkor ugye állítható a szélessége, itt lehet látni, hogy attól függően, hogy milyen széles a kád, de hát nyilván van egy ilyen maximum szélesség, ami 104 centi. Igen, hát nekünk a legnagyobb kádunk az 100-as volt, tehát arra is tökéletes lett volna. Hát sarokkádra nyilván nem jó. Aztán mi van még itt? Ehelyett vettem azt a vödröt, amit mutattam a Lidl-ös újságban, úgyhogy hogy abba fogom beletenni a... Mindjárt mutatom nektek. Az ilyen seprűt, mert itt gondolkodtam ebben a ládában, csak aztán nagy helyet foglal, és aztán úgy döntöttem, hogy azt mégsem. De hogyha, de én nekem mindig azzal van a baj, nem is, hogy a nyelek látszik, hanem hogy az alsó része kilátszik, és olyan csúnyának tartom ott a teraszon. Úgyhogy azért döntöttem el, hogy majd így beleállítom egy ilyen kis vödörszerűbe. Ez a dézsa-szerű. Azt egy flexibilis kosárna, akkor úgy hívja ő. De azt én már megvettem a múltkor az Aldiban, és azok szerintem jobban néztek ki, mint a Lidlben. Aztán múltkor ezt a virágot osztogatták a Lidlben, azt szerintem meséltem is nektek. Imádom a tulipánt, ez a kedvenc virágom egyébként, az összes közül. Meg nagyon szeretem a nárciszt, de azt inkább cserében most is van a teraszunkon. Aztán itt is van ez a eperpalánta, amit az előbb néztünk a Lidl-ös újságban. 6 darab van egy tálcán, 1499, és itt pedig volt, hol volt már az az eper, nem tudom, hogy itt van, 1998, de hát ebben is 6 darab van, csak ez ilyen másféle, ez ilyen kis vékonyabbak a szárai. Hát, téltűrő. Hát ez viszont nincs arra írva, hogy téltűrő lenne. Úgyhogy lehet, hogy ezt majd megvizsgálom én magamnak, és ez 18 centis, ez pedig 14 centis. Ennyi a különbség. Imádom a szegfűt, azt szoktam még vásárolni, és akkor kiültetem a teraszra.
Nézzük tovább. Ebből a tortellinit, ezt megy. A tortellonit, ezt már vásároltam, és ki is próbáltam, ez jó. A grokkit nem szerettem, a nyokkit nem szerettem. Ezt én inkább megsütöm, ebből van a recept videónk is. Ez a csoki nagyon finom, ez a nulla cukros. Az édesítőszerrel van édesítve, a karalábé 199 ugyanennyibe kerül a Lidl-ben is most, amit mutattam nektek a hétvégi akcióban. Azt hiszem, abban volt 199. Igen. És akkor volt ez a piros paprika, az 1499 kilója, ennek pedig 1996, de ez bio. Úgyhogy itt lehet, hogy ezért lesz ez drágább. Aztán, no, ezt még nem próbáltam ki, ezeket a joghurtokat, úgyhogy ezt lehet, hogy ki fogom próbálni. Ezeket már próbáltuk, ezek nagyon finomak, ezek a gurmi töltött datóják. Ezek is nagyon finomak, de múltkor a nyers, tehát ugye csak a hűtőben lévő tészta, tehát nem a száraz tészta, ezek a töltöttekre gondolok, ugye ez paradicsomos fokhagymás, szalonnás, gombás vagy paprikás, és én meg vettem a Lidl-ben ugyanennyiért ezt a fajtát, ez is 250 g-os, csak ugye ez nem a száraz tésztás, és ez pedig csiperge gombával, vargányával, és fekete nyári szarvas gombával van megtöltve, és akkor majd szépen én csinálok hozzá egy ilyen tejszínes gombás szószt, ezt kifőzöm, és abba fogom majd beletenni. Csak így ötletnek mesélem. Ezeket a tésztákat még nem próbáltam, ez nagyon jó, ez az üvegtészta, már próbáltam. A gumicukor verbena, azt nem tudom, hogy jó áron van, de mi abból a keményet szoktuk, csak azt hittem hirtelen, hogy az van ott, akkor arról mondtam volna, hogy azokat szeretjük. Ezeket az egzotikus magvakat se vásároltam még, burgonya variációt sem, és ezt nem is fogok, ezt majd én megcsinálom, ha szeretnék ilyet. A gyerekjátékokról elmondtam, mert hogy általában ezek nagyon jó áron vannak, az Aldiban is, és a Lidlben is, és jó minőségűek, ezeket érdemes megvásárolni. És akkor most már azt hiszem van a festővászon, azt is vettünk már ott, arról mindjárt látom Kira munkáját. Ezt Kira festette. Így néz ki. Nagy művész lett Kira is. És akkor mi van még itt? Ezek már ilyen műszaki ketyerék. Ezeket nem ilyen helyen szoktuk megvenni, hanem az interneten keresztül utána nézünk, és úgy vásároljuk meg. Masszázspisztoly. Hát, még olyat sem láttam. El az így a túlterhelt izmokat. Lehet egyébként jó, fogalmam sincs. De én azt szeretem inkább akkor már a kis Alexa vagy Kírán megmasszíroz, és akkor az jobb, mint hogyha ilyen pisztolyjal vagy bármi mással masszíroznám magamat. És akkor itt vannak ilyen utazások, ezeket még nem nagyon voltunk egy ilyenen sem, lehet, hogy jó áron vannak, fogalmam sincs, és akkor itt van még a hétvégi akció, ugye általában a hétvégi akciók azok szombat és vasárnap szoktak lenni, az Aldiban viszont péntektől vasárnapi, közben Kira meghozta Alexa festményét is, azt a másikkal együtt festették, és egyébként ehhez ezeket a festékeket és a vásznat is a Lidl-ben vásároltuk, csak hogy így mondjam, tehát Kira kapta a születésnapjára. Tehát Alexa, ugye nyilván ő már olyan kis művész lélek, úgyhogy gyönyörűen fest, de Kira is azt hiszem az ő gényeit örökölte, mert ő is nagyon ügyes. No, a lila hagyma 2,79, azt hiszem ezt már mondtam, hogy a Spárban is ennyi volt, 5,99, nem, 6,65 a prémium mandarin. Általában tényleg finomabbak szoktak lenni, mint az olcsóbb társaik, és 6,79 a csirke szárny, az lehet, hogy volt a Lidl-ben is, mintha ott is néztük volna. Nem volt. Hát, nem volt. Akkor nem volt, mert az ugyanott szokott lenni általában, vagy lehet, hogy hétvégi akcióban. Így gyorsan azt megnézem. Ja,
hol a hétvégi? Aha, 5,99 kilója, és itt pedig 6,79 kilója. Tehát itt most akkor látjátok itt egymás mellett, tehát ugyanúgy mind a kettő hétvégi akció, csak ugye ez pénteken kezdődik, ez pedig szombaton, és akkor az ezek szerint a Lidl jobb áron tudta beszerezni a csirke mellett. Ugye ennyit lettek volna most az újságok, Kira most, mivel ugye beteg, így nem tudtam elmenni, beszerezni a spáros, vagy osaros, vagy bármi mást, úgyhogy most csak ezt a kettőt tudom nektek a mai napon megmutatni. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, tudtok nekünk írni a lent látható levelezési és e-mail címünkre, tudtok minket követni Budapesti Família néven mind a Facebookon, mind az Instagramon, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!